Május 11-e a közlekedési kultúra napja, melynek célja, hogy felhívják a gyermekek, valamint a felnőttek figyelmét a közlekedés biztonságra. A Kiskörösi Úttörténeti Múzeum évről évre csatlakozik az országos szintű kezdeményezéshez, hiszen alapítója a rendezvénynek, melynek első programsorozatára 2015-ben került sor. Akkor még kreszteszteket nyomtattunk, iskolás csoportokat kerestünk meg, akik ellátogattak ide hozzánk. Akkor tájt lett kész a Kressz parkunk, az eredeti Kressz parkunk, amit hát a gyerekek azóta is nagyon élveznek, azóta is az egyik legfontosabb múzeum pedagógiai eszközünk, illetve mágnes táblákat vittünk ki, rajzfilmeket vetítettünk. Most már hál' Istennek azért a 10 év alatt eljutottunk oda, hogy egyrészt az országban egyre több szervezet csatlakozott ehhez a rendezvényhez, a közlekedési kultúra napjához, másrészt egyre több eszközzel csatlakoznak hozzá, és hát nyilván nálunk is teljesen más képet tudunk nyújtani, mint annak idején 10 évvel ezelőtt. Az idei évben különleges programokkal várja az érdeklődőket a múzeum, hiszen május 10-én délelőtt 10 órakor felavatásra kerül az új kerékpáros akadálypálya. Most egy ünnepélyes megnyitót fogunk tartani, jön rendőrfőkapitány úr is, illetve azt ígérte, hogy talán a megyei, hát ha nem is a főkapitány, de biztos, hogy egy illusztris képviselője a megyei rendőrségnek is itt lesz. Úgyhogy szeretnénk tényleg egy ilyen ünnepélyes átadót csinálni ennek az eseménynek, és utána ki lehet próbálni ezt a kerékpáros akadálypályát, ami hát nem egyszerű, hogy úgy mondjam, de most mindenkinek lesz lehetősége megpróbálkozni vele. Emellett a gyerekek pontokat gyűjthetnek a különböző állomásokon, a legtöbb pontot összegyűjtő pedig ajándékban részesül. Itt vannak a rendőrség képviselői, van egy szimulátorunk, egy biztonságőv szimulátorunk, mi magunk is szervezünk programot, illetve egy ilyen kis játékos vetélkedő sorozatot részegszemüvegekkel, a kis járművekkel, és ami viszont a tavalyi évekhez képest újdonság, hogy idén először részt vesz majd a Vöröskereszt, illetve a mentő képviselői is besegítenek. Azonban nem csak május 10-én pénteken, hanem 11-én szombaton is várják az érdeklődőket egy nyílt nap keretében az Úttörténeti Múzeumban.